Tudod, minek örülök? Iskolába kerülök. Ne legyenek kétségeink. Töpörtyű, cseperedő gyermekeink számára a játszótér is fontos. Korántsem véletlen, hogy a Kodály suli péketéri árnyas fái megmozdították a szülők fantáziáját is. Végre hosszú évek után elkészült az iskola udvaron egy olyan játszótér, amit most már a gyerekek birtokba vehetnek, és ezt mi szülők valóban úgy adtuk össze, adakoztunk hozzá. Évről évre bálba járunk az iskolában, és azért ez nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy az új játékok ide kerülhettek az udvarra. Székesfehérvár élen jár a játszóterek létesítésében. Az elmúlt esztendőkben számos közösségi helyet segített az önkormányzat. Azért jöttem el, hogy megköszönjem a szülőknek, hogy úgy gondolták, hogy a gyermekeiknek, és a gyermekeiken keresztül egy intézménynek, az intézményen keresztül pedig az egész városnak segítenek egy kicsit. És mivel tudjuk, hogy bizony ez egy nagyon régi patinás intézmény, amire azért most már egy komoly felújítás is ráférne, én azt hiszem, hogy egy-egy ilyen szülői jó példa az talán majd a döntéshozókat is könnyebb helyzetbe hozza, amikor majd lehetőségünk lesz mondjuk pályázatok keretében eldönteni, hogy mely intézményekre és milyen forrásokat tudunk fordítani. Ha egy ötlet teremtő szándék a megvalósításra vár, aztán bekövetkezik az átadása, és a felelős vezető is így gondolkodik, sikertörténetről beszélhetünk. Ahol összefogás van, ahol jó szándék van, és ennyi tetrekészség és segítőkészség, ott ilyen dolgok születnek. Úgyhogy nyár végére elkészült ez a szép játszóterünk. Ezt szeretnénk most ünnepélyesen és felavatni és szimbolikusan átadni a gyermekeknek, akik egyébként már rég birtokba vették. A Pál utcai fiúknak és akár a vörösingeseknek is jutott a térből. Ma ez már másként van. A változó urbánus világban egy új nemzedék tanulhat meg, libikókázni, egyensúlyt teremteni. Így van rendjén.